Csisztó Sportcast. Egy elgondolkodtató beszélgetés, ahol a sportélet nagyjait dr. Csisztó Zsuzsa kérdezi. Magyarországon hihetetlen fejlesztések mentek végbe azért, hogy magas színvonalú világeseményeket tudjunk Magyarországra hozni. És emellett még azt tudják rólunk mondani, hogy igen, mi hozzá tudtunk adni a világ sportjának olyan technológiai újításokat, amik eddig meg nem voltak. Csisztú Sportcast. Csak hitelesen. A világ legjelentősebb sporteseményei egyben a sport tudomány és a sporttechnológia nyílt versenyét is hozzák, és a sok tehetséges sportoló közül valószínűleg az érvényesül jobban, akit a lehető legnagyszerűbb sporttechnológiai innovációk segítenek, akár a felkészülésben, a regenerációban, vagy esetleg éppen a terepen. Igen, ám, de tudjuk, hogy a sport az egy hatalmas üzlet is, vagyis részt venni, beszállni, vagy akár egy szeretet ki is szelni ebből a sporttechnológiai üzleti tortából bizony a magyar sportek startupok számára is igen jövedelmező lehet, pláne ha el tudnak jutni a külföldi piacokig. Szeretettel köszöntöm Önöket itt a Csisztu Sportcastban. Nos, az előbbi gondolatok hívták életre tavaly a Sportek Hangeri programot, amelynek keretében már influencer élsportolókkal, példaképekkel, sőt, számos új magyar sportek startuppal is megismerkedhettünk. Ma pedig szeretném összefoglalni egy picit perspektívából tekintve mindenre, hogy vajon a HEPA, vagyis a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség, illetve a Külgazdaság és Külügyminisztérium a program életre hívói mit reméltek ettől a kezdeményezésre. Mai vendégeim lesznek Mencer Tamás államtitkár, korábbi sportújságíró Vince Otto, a program vezetője és Gyurta Dániel sportdiplomata, olimpiai bajnok. Tartsanak velem! Szeretettel köszöntök tehát mindenkit, és a mai epizódban itt a Csisztu sportkészben szeretném egy picit összefoglalni mindazt, amit a Sportek Hungary kapcsán az elmúlt esztendőben indított sorozatunkban. Tulajdonképpen elkezdtünk, és megtudhattunk erről a kezdeményezésről. Köszöntöm vendégeimet, és köszönöm szépen, hogy itt vannak. Államtitkár úr, hadd kezdjük veled, ugye, és már itt azért a sport, ami összeköt minket, meg a sportújságírás kapcsán maradunk a tegeződésnél, hát a két bajnokról ez nem is, nem is feltételezhetnék mást. Tudod még nézni a sporteseményeket azzal a fajta felszabadultsággal, pláne most, ugye most talán újra tudjuk egy kicsikét a világ egy e, visszatért medrébe, ami, ami, alapvetően még ebbe az irányba terelt téged egykor, tehát tudsz még rajongó lenni? Hát hogy, azt tudok igazán lenni, <laughs> és, és, ö, és ö, őszintén bevallva hiányzik is elsősorban a, elsősorban a labdarúgó pálya közege, az öltöző a fűillata, a mérkőzések előtti millió, én nagyon szerettem beszélgetni a sportolókkal, edzőkkel, nagyon-nagyon hiányzik. És persze, hát úgy, tudom, igazán úgy tudom nézni, és mindig is, mindig is, úgy tudtam, hát amikor beszéltem róla, igyekeztem persze az érzelmeket kontrollálni, hol sikerült, hol nem, de, de ma, ma már mekkorában is a tévé előtt én, én ordítok kegyetlenül. Megboldogult ifjúkoromban a legény lakásom mellett gyöngyinéni egy idősebb hölgy lakott, és amikor épp egy kézlabda meccs után volt a férfi válogatott, akkor másnap nyugtázta, hogy köszönjük Tamáska, hallottuk, hogy a mérkőzés izgalmasra sikerült. Igen, Na, hát azért, ha valakinek hiányosod a fűillat, ott, ott egyen melletted arra szerintem, mert nem tudom, mennyi maradt még a öreg fiú játék van még? ott belefér még az életedbe? Egyetlen egy dolog, ami ebben megakadályoz, a rendszeresség tekintetében, az, azok a térdeim, tehát annyira, annyira ezt, ezt a problémát ismerem. Igen, és, és ugye ilyenkor kell mérlegelnie az embernek, hogy a szíve, vagy az esze az, ami, amire hallgat, és ugye ebben a, én, én, én most már inkább az eszemre, mint a szívemre, sok fájdalommal járt ez, amíg én a szívemre hallgattam, és elmentem öregfiúk fociványcsekre, a fradi öregfiúk az rendszeresen rócsózik az országban, és hihetetlen nevek között lehet Uh, ugye futballozni, gyerekkori ikonjaink, és hát ez mindig egy, egy felüdülés és egy megtiszteltetés. Az utóbbi időben egy picit uh, uh, többet hiányoztam ebből a, ebből a millió közegből, ezek miatt. Hát az sok, a... Meg sok dolgod akadt például. Hát ott ottad kezdőkör, és csak irányítanak. <s> <Az s> hát a a, a Flódió legfőbb, nem lehet, mert ugye egy Nyilasi TV, egy Ebed -Lizoli, Igen, és akkor is a Lipcsei Peti, Lisztes Krisztián, tehát hogy azért sohatnék egy-két, mondjuk azt, nagyon hogy irányítót, lehet, hogy a, a mai magyar labdarúgás is nagyon szívesen elfogadna továbbra is, úgyhogy nekem mindig tényleg nagy megtiszteltetés velük együtt uh -huh. egy pályán meg egy mezben szerepelni. Jó, hát a illatba tényleg az ember bele tud szédülni, de a klórillatban én nem tudom, az hiányzik az embernek. Nekem igen, egyébként bármennyire is furán hangzik, és bármennyire is, Gyakorlatilag napi 6-7 órát töltöttem aktív pályafutásom során a medence úszodák világában, és, és azért abból kiszakadni nyilván egy kicsit más, és hogyha például most már azért nyilván nem annyira rendszeresen, de azért lejárok még a, az úszodákban, mindig meglepődöm, hogy fú, tényleg ez a klóros illat, pedig egyébként visszagondolva gyakorlatilag 18 éven keresztül sem más nem történt, csak a napi 6-7 órában szagoltam. Igen, igen, szóval ilyen szempontból azért megvannak ezek, ezek a nagyon mély ö, gyökerek, azt gondolom mindegyik ötök életében nyilvánvalóan, és hát ha most arról beszélünk, hogy a sport tulajdonképpen milyen irányba mutat, és hát Hál' Istennek azért azt gondolom, most már a pandémiáról uh, retrospektívebb kell, és tudunk beszélni, hál' Istennek. és a sport tekintetében is. Uh, Tamás, azért ezt láttuk, ugye, hogy meg lehet csinálni a sporteseményeket buborékban. Ugye mindenféle fajta uh, rendezési módot láttunk erre, sikereset itt Budapesten is. Még akkor is, ha fájt, hogy nem lehetett a Duna arénában, ugye az Európa-bajnokságon közönség természetesen, vagy éppen a Judo Világbajnokság kapcsán is még sorolhatnám, uh, de azért a pozitív példaként de azért nem buborékba találták ki a sportot, ugye? Szóval, hogy nem ez a rendje az egésznek. Igen, hát ez, teljesen egyetértek, és valóban úgy van, ahogyan, a mondod itt ebben a felvetésben, több mindent is érintettél, hadd reagáljak ezekre. Tehát tényleg jelesre vizsgázott Magyarország és több magyar szakági sportszövetség, a külügyminisztérium is segítette ezeket a szervezéseket, tehát tudtunk buborékba sikeres világeseményeket rendezni, de hát azért Nézők nélkül versenyt csinálni azért az. Na. hogy mondjam, Nem akarok drámai szavakat használni, de. Szóval nem olyan. maradjunk annyiban, hogy az, az nem olyan. Az nem olyan. És, Igen. és azért, azért fontos szerintem, amit említettél, mert azért az elmúlt ö, ö, időszakban, most, amikor itt ülünk, azt tudjuk mondani, hogy az elmúlt másfél évben, hogyha az egészen az elejéig tekintünk vissza a koronavírusnak, ö, akkor azért azt láthatjuk, hogy nem természetes az, ahogyan korábban éltünk. És nem természetes az, hogy, hogy akár egy sport rendezvényen ott lehetünk. És bár itt mi most elsősorban a sportról beszélünk, de azért annyit hadd említsünk meg, mert nincsenek véletlenek, itt okokozati összefüggések vannak. Azért beszélhetünk mi már Magyarországon az élet újraindításáról, és például arról, hogy a sportot is újra tudjuk indítani, és nézők előtt versenyezhetnek a bajnokok és a sportolók, mert már annyian kaptak oltást Magyarországon, az élen járunk ebben Európában, az első-második helyen vagyunk, és ez teszi lehetővé azt, hogy újra tudunk indítani, és az élet különböző területe, így a sportot is újra tudjuk újra tudjuk indítani. És ez szerintem nagyon fontos, és nagyon sokat nyertünk mert hogyha nem lettünk volna olyan sikeresek, és nem lett volna annyi vakcinák, akkor másfél hónapot vesztett, legalább, de inkább kettőt vesztettünk volna. Tehát most, amikor itt ülünk, nem valószínű, hogy sportról, meg, meg nézőkről beszélhettünk volna, hanem igazából még mindenki inkább otthon lett volna, és, és elzárva, elzárva a külvilágtól. Tehát ez ennek a kulcsa. És az meg persze nagyon nagy öröm, hogy, hogy, hogy ez, a, ez, az egészségügyi, egészségbiztonsági helyzet, ez az oltási helyzet megadja azt a lehetőséget, hogy a, a nézők, akik be vannak oltva, visszatérhetnek a stadionba, visszatérhetnek az uszodába, visszatérhetnek a, a sportcsarnokokba. Abszolút így van, és ugye azért nem most már arról beszélünk, hogy nagy világverseny, akkor végre már tudjuk a sportolók teljesítményét központi helyre rakni, és figyelni, hogy mi történik az uszodában, mit történik olyan gyepen, vagy, vagy akár a páston. Olyan érdekes dolog már azért szerintem most már nagyon-nagyon régóta úgy kell tekintenünk a nagy sportvilág eseményekre, mint ilyenkor egyébként sporttudományos, sporttechnológiai bemutatókra is egyben. Ugye ezek az események hozzák mindig a, a nagy áttörést, a nagy, az új dolgoknak a bemutatkozását is, és hát nyilván ettől sem van. a labdarúgó Európa Majnokság nem ment és nyilván az olimpia hasonlóképpen. Ha egy kicsit onnan nézed most ottó, hogy mondjuk a labdarúgás belső technológiája, gondolok itt a cipőkre, a labdák minőségére, akkor nem is beszélünk a vonrendszerről és sok mi egyébről. Mennyire dinamikusan fejlődött akár a te aktív éveid óta? Hihetetlen sokat fejlődött, de én egy kicsit egy bővebb értelemben, vagy tágabb értelemben szeretném megközelíteni ugye, a mi saját helyzetünket. Ugye, azt kell látni, hogy 2010 óta Magyarországon hihetetlen fejlesztések mentek végbe azért, hogy amikor ezek már készen vannak vagy lesznek, akkor magas színvonalú világeseményeket tudjunk Magyarországra hozni, ezzel is megmutatni azt, hogy mi magyarok mennyire szeretjük a sportot, hogy mennyire ragaszkodunk a sporthoz, és mindahhoz a, a, a közösséghez, amely ugye kapcsolódik szorosan, direkt vagy indirekt módon ugye a sporthoz, és, és, azt gondolom, hogy, hogy jelenleg ebben a tempóban élünk, hogy hihetetlenül világviszonylatban komoly infrastruktúránk van, támogatottság is megvan, erkölcs és anyagi támogatottság arra, hogy Magyarországon megrendezzünk és idehozzunk ilyen eseményeket, ezért határon túl is már döntenek úgy, hogy ebben támogatják Magyarországot, lásd, az európa a labdarúgó, tehát hogy Budapest bekerült azon kevés európai városok közé, amelyet alkalmasnak találtak arra. Hány az... sikertelen pályázat után? Igen, mint? tehát hogy azért ez nyilván egyfajta minőségi előrelépés kell, hogy legyen. Így van, hogy hogy a feltételrendszer tekintetében alkalmasnak találták arra, hogy megrendezze? Uh -huh ugye ezeket a nagyon magas színvonalú mérkőzéseket. És isteni szerencse, hogy Magyarország kijutott az Európa bajnokságra, a 91. percben Szoboszlai kirúgta a magyar válogatottat. Ugye ezzel beírta magát úgymond a magyar a sport történelmébe, nyilván a csapattal együtt, és ne felejtsük el, hogy a Fortuna is mellénk állt, erkölcsileg mindenképpen, szakmailag azt gondolom, hogy ezet lehet mérlegelni, hogy a franciákkal és a portugálokkal játszhatunk itthon. Ez az egy óriási dolog, hiszen ilyen még nem volt, ugye a németek ugye a harmadik csapat, tehát ilyen, ilyen csoport összetétel, én nem is emlékszem, hogy lett volna, és ezt Magyarország meg sikerült Budapestre hozni. Szóval azért ezek nagy dolgok, és ugye a technológiákra visszatérve, az infrastruktúrához és maga a sportnak, ugye az eredménycentrikusságához, ma már elkerülhetetlen az, hogy beintegráljuk azokat az innovációkat és sporthoz köthető technológiákat, amelyek a sport teljesítményt maga, direkt vagy akár indirekt módon, de tudják fokozni és elősegíteni, és ebben mi magyarok szerintem jók vagyunk, a magyar kreativitás, innovatív gondolkodás mindig teret ad annak, hogy, hogy ebben a tekintetben mi Magyarország is fejlődjünk, és mind itthon, mind pedig a nemzetközi ugye, területeken, piacokon meg tudjuk mutatni azt, hogy mennyire fölkészültek és, és ügyesek vagyunk. Dani, egy picit szeretném, hogyha előhívnád azokat a, a, emlékeidet, amikor az ember tényleg egy ilyen világversenyre megérkezett, hogy amikor nem csak a call room, hanem amikor úgy először mentél el ugye edzésre, és még volt egy pár nap, hogy ilyenkor volt az embernek arra ideje figyelni, hogy, hogy mivel jönnek elő a nagy nemzetek, mit hoznak magukkal adott esetben, én nem tudom, akár a vízben, bármilyen úton, módon. tehát hogy, hogy, az újításoknak tényleg a nagy világversenyek terepei voltak bizonyos szempontból, és érdemes volt sasolni, hogy a, hogy a többiek vajon mivel állnak elő? Hát hogy ne. Természetesen ez így volt. Nekem az első ilyen nagy megdöbbenésem a 2008-as Pekingi olimpián volt, amikor gyakorlatilag testközelből néztem végig, három méterre tőlünk voltak az amerikaiak és ott volt köztük egy, egy, egy csoda ember, aki hét nap alatt nyolc aranya aranyat tudott győz, nyerni. Michael Phelpsnek hívták és gyakorlatilag három méter távolságból néztem nap, mint nap végig azt, hogy ő az hogyan van. képes egy nap három versenyszámot olyan Hidegi, szinten leúszni, kirázol, hogy így amire másik versenyző gyakorlatilag hét nap alatt egyszer volt képes. És konkrétan ott, ott volt az, hogy, hogy, hogy ott szembesültem először életemben azzal, hogy, oké, okay, nagyon jó, amit hogy én 6-7 órát edzek egy nap, és, és nagyon szerettek az edzőm együtt dolgozni, de hogy nyilván ez kevés, és, és ennél sokkal, sokkal többre van szükségem. És ott volt először az, amikor úgymond ezt, ezt sokkal sokkal jobban elkezdtem, elkezdtük figyelni. És gyakorlatilag láttuk azt, hogy az amerikaiak jégkáda jöttek, amiben egyből a verseny után beültek re regenerálódni. Ott volt a japánoknak egy olyan készülőkök, ahol különböző diagramokat vetítettek le versenyzésük után, olyan kamerákkal vették fel az úszást, hogy Mindenfajta technikai elemzést azonnal rá tudták vinni a, a, a számítógépre, és ott azonnal egy olyan elemzést kaptak, hogy hol van az az egy-egy centi elcsúszás, ami nyilván nálunk az úszásban, ahol a közegellenállás ugye elképesztő módon nagy, és egy-egy tizedet nagyon-nagyon könnyű veszíteni is, nyilván nagyon könnyű nyerni is, tehát pont emiatt óriási szerepe van minden egyes apróságnak, és konkrétan én ott, ott, ott kezdtem el ezt egyértelműen nagyon-nagyon-nagyon figyelni, és hát nyilván az internetnek a bejövettével gyakorlatilag a 2000-es évek elején közepén meg még inkább ugye úgymond nyitottá vált a világ, és konkrétan ott is pontosan láttuk, tudtuk azt, hogy egy-egy versenyző nagyjából milyen felkészülés van, hogyan készül, hányszor jár edzőtáborozni, milyen olyan edzéseket csinál, illetve pluszba milyen olyan technológiai fejlesztései vannak, ami nekünk a Komiád úszodában nem biztos, hogy megvolt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek nagyon-nagyon nagy szerepe van, és hogyha látjuk a, a sportnak a fejlődését, akkor gyakorlatilag semmásra nem megy a sport, hanem csak is erre, hogy ki milyen olyan újításokat, technológiákat igen. tud belevinni a fölkészülésébe, amivel tizedeket, századokat, vagy akár másodperceket is tud, tud nyerni. Megmondom őszintén, nem tudom más, hogy te hogy, hogy vagy vele, de leginkább mindig ez érdekelt egy kicsit beszavolni, benézni, bekukucskálni, hogy mi történik az edzőteremben, hogy mi történik ugye a színfalak mögött, és most ezt elmondta Dani, tényleg az ember valóban ott érezte magát. De most akkor kicsit változtassuk meg a perspektívát, hogy akkor nézzünk kicsit kívülről ide, hogy vajon hogyan tekintenek Magyarországra sport akár technológiai eh, nagyhatalmi eh, státuszunkban, ami lehet, hogy egy azért erős, de ugye erről azért szó esett, és nem véletlen ez a program is tulajdonképpen azért indult el, mert mind a szürke állomány, mind a leleményesség, mind a szaktudás eh, nyilvánvalóan együtt áll, és és csak azt a löketet kell megadni, ami most úgy tűnik, ugye, hogy ebben a tekintetben eh, össze is állt. Szóval, hogy hogy tekintenek ránk azon túlmenően, hogy olimpiai éremtáblázat, hogy nagy hagyományok, hogy magyar olimpiai mozgalom, ezen túlmenően Magyarországnak a pozíciója, vagy a nemzetközi sportvilágban, eh, Hova helyezhető? Szerintem itt úgy tűnik, hogy mi látszólag sportról beszélgetünk, és valamikor ez így is van, de de itt szerintem többről van szó, uh -huh. és a beszélgetésünk is többről szól. És a kérdésedre az egyszerű válaszom az az, hogy, hogy valakire úgy tekintenek, amilyen. Az erősre úgy tekintenek, mint hogy egy erősre. El, és ha valaki gyenge, akkor azt is észreveszi. És amiről, amiről itt az urak beszélnek, és ez a program, amit, a, amit a, az Otto és a Dani vezetés, és segít, ez is látszólag sportról szól, de valójában sokkal többről szól. Gazdaságról is szól, külgazdaságról is szól, és ez úgy épült fel, ez, ez nem ment egyik napról a másikra, tehát az hogy az ott és a Dani talál nyolc, aztán majd remélhetőleg több olyan céget, magyar sportinnovációt, amelyek érdemesek arra, hogy kilépjenek külpiacra és külföldön érdeklődés mutatnak irántuk, ez nem megy egyik napról a másikra, ez egy gyenge országnak nem megy. Ennek vannak feltételei. És a feltétele elsősorban az volt, hogy Magyarország nyilvánvalóan a sportban is, de a sportban azért mindig jók voltunk, mert ilyen kiváló, kiváló bajnokaink vannak, de gazdaságilag is legyen erős. Az pedig egy több éves munka eredménye, az, hogy Magyarországra jöjjenek beruházások, erősödjön a, a belső gazdaság, teremtsenek munkahelyeket, egyre inkább növekedjen az exportunk, magyarul azt, amit itt megtermelnek, az legyen világpiacon versenyképes, akár termék, akár szolgáltatás, és lehetne ezt hosszasan sorolni adó- és gazdasági szabályokon keresztül. És ez lépésről lépésre ö, alakult és fejlődött. Elég a talán annyit mondani, az elmúlt években folyamatosan ö, beruházási rekordot döntött Magyarország, és export rekordot is. Persze a Covid ezt az egészet alakította, de mi itt is sokkal jobb eredményt értünk el, vagy sokkal jobban helytáltunk, mint sok más ország. És amikor már az látszott, hogy elég erős vagy belül, akkor tudod megtalálni azokat a szereplőket, egyébként nem csak a a sport területén keressük, hanem, hanem más gazdasági területeken is, de nekünk most itt a sport a legfontosabb, akkor tudod megtalálni azokat, akikkel már ki tudsz lépni. Hát, Sportban vagyunk, mégiscsak arról van szó, hogy, hogy oda kell menni a másik hazai pályájára, ott fel kell tudni mutatni valamit, és győzni kell abban az értelemben, hogy, hogy a termékedet a szolgáltatásodat megvegyék, és érdemesnek találják a figyelemre. Tehát így tudott ez felépülni egy több éves munka során, és ezért lehet erre szerintem büszke minden sportszerető, és egyébként olyan magyar is, aki a sporttól távolabb. El. Abszolút így van. Otto, amikor először kezdtünk a programról beszélgetni, hogy egy, egy pilot programnak indult ez, ami most már azt gondolom ezen a fázison bőven túl van. És ugye itt van ez, a, akkor még a kiválasztási folyamat még, még bőségesen zajlott, és ugye most már itt van ez a nyolc nagyszerű startup, ez a nyolc nagyszerű vállalkozás, amelyeknek a részleteiről már Dani Belel is hosszasan beszéltünk. Mi volt a tapasztalat, ugye, hogy amikor szóba került a, a, a magyar leleményesség, nyilván a szürke állomány, a, a, az innovatív látásmódokkal, azt mondjuk, hogy az adott hol kellett igazán besegíteni a marketingben, a, a nemzetközi piaci első lépések megtételében. Tehát mi volt az a fajta támogatói terület, ahol egyébként ennek a programnak a segítségével ezek a cégek most úgy tűnik, hogy valóban, már közülük jó néhány ott van a nemzetközi sportpiacon, a nemzetközi sportbizniszben. Először is hagyj kapcsolódjak államtitkár úr tényszerű állításaihoz, ugye abban a tekintetben, hogy ugye a gazdaságfejlesztés és ugye az exportfejlesztés kiemel stratégiai cél, ugye kőgazdasági szempontból is. És ezért mi nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ugye ezt megfelelő minőséggel és tartalommal tudjuk megtölteni. Ami nagyon uh, érdekes, hogy azt vettem észre, hogy Magyarország megítélése, tehát arculati, uh, uh, formálása is ö, abban a tekintetben fontos, hogy mi milyen termékekkel, milyen víziókkal jelenünk meg a külföldi piacon, hiszen ugye van nekünk egy puskásunk, és amikor külügyminiszter úr elmegy Izraelbe, akkor átad ugye Izrael első emberének egy puskás mezt. Ugye ez egy termék, a puskás brand, nagyon büszkék vagyunk rá. És ö, én azt gondolom és meggyőződésem, hogy nagyon büszkék lehetünk ugye a sportolóinkra, hiszen, hiszen olyan sportolóink vannak élő, alkotó, aktív sportolóink, akik, akik, nap mint nap ugye, dicsőséget hoznak az ország, és ez is egy arculat. És ezért volt nagyon jó gondolat az, hogy a termékek, amelyekről mi azt gondoljuk, hogy akár nemzetközi szinten is a mi segítségünkkel majd megállhatják a helyüket, vagy már ott vannak, de még jobban fejlődhetnek és erősödhetnek, emellé oda integráljuk azokat a sportolókat, mint például Dani, aki olimpiai bajnok, sportdiplomata. Azt kell mondanom, kitűnő árukapcsolást. Igen, hogy... igen, és akikre nagyon büszkék lehetünk itthon is, és külföldön is, és ugye ez teszi az egészet hitelessé, de ez nem csak a programot teszi hitelessé, hanem a sportolónak adunk egy úgymond muníciót abban a tekintetben, hogy kimehet a nemzetközi piacra, is, és büszkén mutathatja meg, mert olyan technológiákról van szó, mi kapunk ugye hozzáadott értéket a sportolótól és a külföldi pozitív megítéléstől, és összességében elindítunk egy olyan brendet, ami közép-hosszú távon akár büszkeséggel is tölthet el minket, hiszen és ugye hát, a maga a portfólió... Rá, mint hogy elhangzott a büszkeségen túl üzlet, tehát ugye ez egy nagyon igen, komoly... Igen, ezért mondom, hogy a gazdaságon túl az arculat, tehát hogy büszkeséggel tölte minket, ugye ez állandóan változhat, hiszen a feladatunk az, hogy újabb és újabb technológiákat, célokat találjunk, azonosítsunk. És, és itt egy kérdés merült föl, hogy, hogy alapvetően mi a fontos? A sport alkalmazkodjék a mindenkori technikai fejlődéshez, vagy technológiai fejlődéshez, vagy a technológia alkalmazkodjék a sport Hoz, hát nem egy másfél-két napos beszélgetés. Igen, és ugye és. Itt, itt gondoljuk azt, hogy, itt gondoljuk azt hogy, hogy nekünk egy egyfajta integrációról beszélünk, egy olyan szemléletet és víziót kell megalkotni, amikor azt mondjuk, hogy nekünk van egy célunk, és hogy ehhez találjuk meg a velünk, ehhez leginkább illő együttműködő partnereket. Ez nagyon fontos. Egy nagyon érdekes példát említettél Peking kapcsán, és most egy másik dolog jutott a minap a tudomásomra, szintén egy Pekingi olimpia, előttünk álló Pekingi téli olimpia kapcsán. Ugye a Covid helyzet miatt gyakorlatilag például a Magyar Olimpiai Bizottság úgy készül erre az olimpiára, hogy fizikailag senki nem járt még ott. Ellenben a, ugye a kínai szervezők az előkészítés úgy oltották meg, hogy teljes három, há, hogy mondjam, a digitalizációnak az összes 3 d technológiája kapcsán az összes versenyhelyszínt 3D-ben nem csak, hogy méretarányosan megjelentették, elküldték, mindenki meg tudta nézni, hogy fog kinézni a sísánc, hogy fognak kinézni az egyéb versenyhelyszínek. Egészen elképesztő, hogy, hogy a digitalizáció és az okos technika, ugye, hogy van jelen tulajdonképpen a sportban. Ezeknek a vállalkozásoknak a kapcsán te is érzed, hogy ez, ez, a, ez az egyik legkézenfekvőbb terület? Hiszen például ugye a Heartbeat, amiről sokat beszéltünk, az megint csak egy ilyen okos technológia megjelenítése, ami nagyon hasznos, és még Életeket óvhat meg. Így van, én azt gondolom, hogy itt ez az egész sportek hangeri kezdeményezés, ez, ez, ez tényleg a, a sport és, a, és az innovációs technológiának az olyasfajta kapcsolódása, hogy itt, hogy itt egy bizonyos idő múlva ne az legyen, hogy tényleg puskás mezeket tudjunk átadni a, a, az izraeli miniszterelnöknek, hanem, hanem azt tudjuk mondani, hogy nekünk van egy olyasfajta technológiai fejlesztésünk, amit mi, mi magyarok találtunk ki, kivittük a nemzetközi piacra, és ezzel hozzásegítettük, és azt tudjuk mondani, hogy ez egy, ez egy hungarikum már vált, uh -huh. és hozzá tudtuk segíteni a sportolókat, vagy, a, vagy akár az egész úgymond tömeget, hogyha tömegsportról beszélünk. Van, hogy, viszont, hogy, ezek között hogy, vannak olyan termékek, amelyek sportot céloznak. Pontosan, abszolút szabadidős sportot céloznak meg, tehát hogy hozzá tudtunk járulni az embereknek az egészségének a fejlődéséhez. És hogyha azt mondja erre valaki, hogy hú, megnézem, érdekes ez a termék, akkor azt lássa, hogy ezt mi magyarok találtuk ki akik nagyon-nagyon büszkék vagyunk a, a múltbeli sport eredményeinkre, büszkék leszünk remélhetőleg a mostani sport eredményeinkre, és maradjon ez így a jövőben is. De emellett még azt tudjuk mondani, hogy nekünk nem csak nagyon-nagyon kiváló sportolóink vannak, hanem a sport mellett olyan innovációs, technológiai fejlesztéseink, amik jelen vannak a sport gondolkodnak területén. most így rólunk, de az, ugye te Nemzetközi Olimpiai Bizottság versenyzői bizottságában ott vagy, gyakorlatilag aktív a sporttal való kapcsolatod napi szinten. Ebben a tekintetben gondolkodnak már most rólunk így, hogy igen, a, a magyarok és a sport és az élsport és a csúcs teljesítményű sport mögött vannak ilyen technológiák, vagy ez, ez az út ez most indult el? Én azt gondolom, hogy ez az út ez pont most indult el. Tehát most nekünk nem az a célunk, hogy már most úgy gondolkodjanak rólunk, hanem hogy ha mondjuk ezt a kérdést öt. Vagy vagy tíz év múlva, uh -huh. akkor egyértelműen azt lássák, hogy mi magyarok nem csak az úszásban, a vívásban, a vízlabdában, vagy akár azokban a hagyományos sportágakban vagyunk nagyon-nagyon jók, nagyon-nagyon jól meg tudunk rendezni versenyeket is, ahogy ám Kárul is mondta. Nem véletlenül bízták ránk az úszóvilágbajnokságot ugye 17-ben, ugye 27-ben is nem vehetne van itt ugye a foci és még tényleg lehetne sorolni ezt a számtalan világeseményt, amit az elmúlt jó néhány évben év, megrendeztünk, vétel. és még szerencsére meg is fogunk. Ugye itt a kézilabda és az atlétika még ugye van hátra, ami óriási eseményeknek számítanak, és emellett még azt tudják rólunk mondani, hogy igen, mi hozzá tudtunk adni a világ sportjának olyan technológiai újításokat, amik eddig meg nem voltak. És bocsánat, annyit hadd tegyek még hozzá, hogy... hogy a sport még, és a sport innováció még két dologra kiválóan alkalmas. Tehát egyrészt ki tud nyitni olyan ajtókat, amely ajtókat másképpen nem okvetően no, tudnak Erre kinyitni. nagyon örülök, hogy erre kitértünk. Már azt akartam kérdezni, hogy azért a sportról, és egy hajszál vastagságú módon már erről szó esett, hogy azért azt szokták mondani, hogy ez a soft diplomácia egyik legkitőbb terepe. Most olyan helyen vagyunk, hogy erről tényleg tudok beszélni. Így van? Amikor én ilyeneket hallok, hogy soft és egyéb diplomácia, akkor mindig azt mondom, hogy akármit is jelentsen az. De, 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 egy, de, de azt hiszem, hogy értem a kérdést, és igen. Tehát a sport ki tud nyitni olyan ajtókat, amely ajtókat másképp nem biztos, hogy ki tudnánk nyitni. Egy-kettő, el tudunk jutni olyan emberekhez, akikhez másképpen nem biztos, hogy el tudnánk jutni. És, és ez egyébként politikai szempontból is olyan értelemben fontos, hogy manapság a világban, Magyarországon, meg úgy a világban, azt tudjuk, hogy zaj van, rengeteg információ van, nagyon sokan mondanak, nagyon sok mindent, le is írják, kiírják, ilyen oldalra, olyan oldalra, és közel se biztos, hogy minden igaz. Pláne, hogyha netán negatív vélemény van. És amikor, amikor a sporttal megyünk külföldre, a bajnokainkkal, az innovációnkkal, a jó hírrel, hogy megrendeztünk egy sikeres világbajnokságot, akkor, akkor azt látják, hogy ezek a magyarok, vagy hallottam róluk, ha nem, akkor most látom, hogy ezek ügyes, rendes emberek, ha rosszat hallottam róluk, akkor nem is biztos, hogy az úgy van, és ezért gondolom, hogy nagyon fontos, hogy itt egyébként, ami ennek az egésznek az alapja, hogy a sportdiplomáciai főosztályt létrehoztuk talán 2018-ban Igloi Nagy Istvánnal, és, is, és amellett, hogy, hogy ezt, a, ezt a zászlóshajót visszük, ezt a, a sport innovációval kapcsolatos projektet, már 300 körülbelül 300 fölötti nagyságrendben valósítottunk meg közös projekteket más országokkal, amikor, amikor közös torikat keresünk, hogy ott volt egy magyar edző, van közös bajnokunk, van közös valamilyen történelmünk, kicsi szelete, kulcsárgyőzőnek emléktáblát avattunk Vercselében, Olaszországban, kolumbiai úszók, hátrányos helyzetű úszók táboroznak Budapesten, a Tegból, és lehetne a Giro okay. d'Italia, és a legszélesebb skálán segítjük ezeket, a, ezeket az eseményeket. És akkor persze itt van, itt van ez, a, ez, a, ez a tech program, ez az innovációs program. Tehát ez mindenképpen, ahogy mondta az Otto és a Dani is, a jó hírünket viszi a világban, erősíti a magyarokról kialakított jó képet, és ez, ez tényleg országimás szempontjából, a sport szempontjából, gazdaságilag és politikailag is hasznos. Igen, most akkor egy, egy olyan perspektívával szeretném ezt egy picit levinni ottól, kérlek szépen, mert ez most így, ez nagyon jól néz ki, és ez nagyon jól is tűnik, és nagyon jól hangzik kívülről, és az országra nézve feltétlenül akik benne voltak a programban, hozzuk most ezt le arra a szintre, hogy akik ezt a támogatást megkapták. Nyilvánvalóan mindenki, amikor egy ilyen dolognak neki kezd, kicsit szkeptikus, kicsit nem tudja, de jó lenne, van egy jó ötletem, de tényleg milyen jó lenne, ha valaki így egy kicsit alám vagy azokat a kérdéseket, amire már nem marad időm, nem marad lergém, nincs rá tudásom, valóban ebbe besegítene. Végül is tulajdonképpen ez a, ez a mondjuk így mentori kör, akik megsegítették ezeket a vállalkozásokat, ezt a hozzáadott tudást tették hozzá. Hozzá, ugye, hogy ezek a cégek valóban nemzetközi piacra jussanak. Hogy érzékeled ez, mennyire lesz ez vonzó a továbbiakban, bátorító, hasonló sporttechnológiai innovatív gondolkodóknak, hogy igen, érdemes, hiszen itt egy program, hiszen valóban nekik sikerült, akkor próbáljuk meg, akkor ne bátortalan adjunk el, hiszen van egy jó ötlet, az is lehet, hogy még lesz belőle komoly nemzetközi vállalkozás. Ez szerintem stratégiai kérdés is. Azaz, hogyha mi, stratégiai szinten eldöntjük azt, vagy, vagy rászánjuk magunkat, hogy egy bizonyos irányba kommunikáljunk, azaz kimondjuk, hogy mi szeretnénk, hogyha egyfajta irányt mutatva inspirálni a potenciális, potenciális innovátorokat, azaz adunk nekik egy, egyfajta üzenetet, hogy akkor tessék és legyetek kreatívak, mi pedig abban tudunk segíteni itthon és elsősorban külföldön, hogy a különböző csatornákon, ugye professzionális csatornákon keresztül maga meg tudjatok jelenni a nemzetközi piacon. És ugye a Dani és Tamás is nagyon jól közelítették meg azt, hogy ez egy ország imás szempontjából sem utolsó, az, hogyha egy cég megjelenik, és mondjuk az ő saját technológiája megjelenik egy nagy világversenyen, és mi el tudjuk azt mondani, hogy egy magyar technológia jelent meg egy nagy világversenyen, vagy folyamatában elkezdik használni, az egy hihetetlen inspiráció azoknak, akik még csak gondolkoznak uh -huh, abban, uh -huh. de, 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 hogy, hogy újabb és újabb ötleteket találjanak ki, amelyekből később kézzelfogható prototípusok, fejlődő gondolatok, és megvalósulást legyen. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy amit mi elindítottunk, mi bedobtunk egy idézőelbe, kicsi, de nagynak mondható követ vagy kavicsot okay. ebbe a hihetetlen nagy ugye, vízfelületbe, ami a világ globális piaca. És ugye meg, megvizsgáltuk ugye azokat a lehetőségeket, hogy miért jó ez nekünk. És most még csak az út elején vagyunk, amikor arról beszélünk, hogy miért jó. De hogyha ez az út folytatódik, és hasonlóképpen tudjuk továbbra is minőségen megtölteni, akkor nagyon büszkék leszünk erre, és hát nyilvánvaló, hogy ebben mindenkire számítunk. Ugye, ugye házon belül, ugye sportolói oldalról, sportdiplomáció oldalról, és attól lesz majd nagyon kerek, hogyha egyre többen úgy érzik, hogy fontos nekik ez. Nyilván minden más mellett. A program közben sokszor volt alkalmam egyébként beszélgetni a cégvezetőkkel is, és ugye a hát sportolókkal is itt a korábbi beszélgetéseknél, tényleg Illés Fanitó kezdve, Talmácsi Gáboron át, nyilván Dani veled is többször értekeztünk, és, és, hát ugye szóba került, hogy Hanga Ádámék is, természetesen Zsuzsák Balázsék is, tapasztalatokkal segítettek. Szerinted meg, mit tehet hozzá a gyakorlati életből, tényleg a, a hogy mondjam, a, a tapasztalás oldalára, egy olyan sportoló egyébként egy nagyon jó ötlethez, aminek időközben pontosan az az egyetlen hiányossága lehet, hogy sose próbálták ugye, a való életben. Mit éreztél, amikor például Harpittel közös, amikor fölvetted magát ezt a bólót, és kipróbáltad, és, és láttad a reakcióját az alkotónak, hogy megkapja a visszajelzéseket tőled? Igen, hát amikor én ezt a pólót használtam, akkor én azért a korábbi pályafutásom alkalmával sokszor volt, hogy különböző LKG mérőeszközök voltak rajtam. Ugye nyilván ezekről azt kell tudni, hogy különböző drótokkal vannak összekötve ezek az érzékelők, elég kényelmetlenek macere őket fölvenni, nem annyira kényelmes bennük sportolni. Nyilvánvalóan van hozzá egy ilyen hatalmas nagy készülék, ami ugye ezt az egészet méri. Tehát egy kicsit úgymond az egész sportolást megnehezíti. És ugye ezzel a heartbeat való első találkozásom során pontosan az volt a számomra legnagyobb meglepetés vagy döbbenet, hogy konkrétan felveszek egy pólót és pontosan ugyanazt méri nagyjából, amit ugye ez a sok-sok dró Ottal egybekötött, tappancsokkal egybekötött kis készülék, és, és ugye pont az volt a legfantasztikusabb benne, hogy sportás közben ugyanúgy felveszem a pólót, tehát ugyanazt a pólót nagyjából felveszem, valamint különböző érzékelők vannak, de nem zavaró módon, és már önmagában ez egy óriási segítség. És az, jönnek hogy... az adatok, és jönnek Igen. az adatok. Tehát én azt gondolom, jön. hogy itt, itt, a sportolói oldalról az, az, hogy mi olyan tapasztalattal rendelkezünk, hogy konkrétan az életünknek 20, 25 éve azzal telt el, hogy sportoltunk, aktívan versenyekre jártunk, és olyan tapasztalatokat tudtunk gyűjteni, ami nyilván egy, egy innovációs sport fejlesztés során nem biztos, hogy a fejlesztő közel jut. és, és mi nekünk pont ez a lényeg, hogy ezekkel a tapasztalatokkal tudjunk hozzájárulni ahhoz, hogy még jobban váljanak ezek a termékek. Ha, ha összegezzük mindezt, akkor más ugye elhangzott, hogy ez, ez, a kő, ez most már, ez már benn van a nagy vízfelületben, és a hullámok elindultak. Kicsit akkor tényleg a távlatokba is nézve, hova futhat ez a dolog ki, és, és mik mi a célok alapvetően? Tehát egy következő ilyen felkarolással, egy következő merítéssel, akár két, három, négy, öt év múlva. Hát, hogyha a rövid távú célokat nézzük, akkor, hogyha én jó figyeltem korábban az ottó tájékoztatását, akkor a Hardbit a szívet vizsgálja, hogyan beszéltétek, és azt hiszem, hogy van egy másik cég, amely pedig olyan technológiát fejlesztett, ami az idegi Ika. működést. Az volt az első gondolatom, hogy lehet, hogy ilyet a mindennapi munka során ide beszerzek, hogy, hogy tisztában legyek éppen az aktuális állapotommal, de, de a viccet félretéve... Hadd utaljak arra vissza, amit korábban említettetek, hogy, hogy, hogy meg amit mondtál, és igen, a kavicsot, a kavicsot beledobtuk, és, és innentől kezdve én nem agódom, mert a magyar leleményesség, a magyar szürkállomány, a magyar finesz, hogy sportnyelven beszéljünk, az mindig megvolt. Tehát ilyen típusú problémánk nem volt. És hogyha azt látják valóban, hogy mi készek vagyunk támogatni őket, bajnokok állnak melléjük, Nochdacu még gazdasági eredményre is szert tudnak tenni, magyarul el tudják adni a portékájukat akkor szerintem az egy, az, egy jó, az egy jó együttes, és valóban így van, ahogyan az ott utalt rá, nekünk megvan a külgazdasági intézményrendszerünk, ugye a nagykövetségeinken belül. Azért vannak ott egyébként a nagykövetek vezetésével, tehát a nagykövet a főnök, de van külgazdasági atasé, meg van ott egy csomó ember, akinek nem az a feladata, mint régen, de ezt nem akarom hosszabban kinyitni, ilyen eltartott kisújjal, szállónokban kristálycsészéből kávét fogyasztani ilyen szivarfüstös helyeken, hanem hogy melózzon, mint ahogyan a sportoló is melózzon. Meg a cégvezető is melózik, meg aki kitalálja az ötletet, az is melózik. Neki a, a mi embereink is kint melóznak, és megtalálják, amikor az ottói kitelefonálnak, hogy van egy ilyen történet, megtalálják, hogy van-e erre ott kereslet, és akkor több helyen lesz. Tehát én, és hosszú távon is szerintem a munka a kulcsa, mert eddig mindig azt láttuk, hogy, hogy a, a külgazdaság, sportinnováció munkától függ. Az ötlet és a magyar tehetség biztosan meg lesz, mi meghajtani fogjuk, hogy, hogy minden eszközzel segítsük. Ja, hát akkor, akkor munkás hétköznapokat kívánok az uraknak. Én azt gondolom, hogy hál' Istenek lesz mivel házolni nagyon úgy tűnik, és a folytatásra pedig azt kívánom ott, hogy egy olyan sikeres program folytatás legyen, mint ahogy ez a beindulástól látszik, ez a fajta exponenciális fejlődés, ez, maradjon ebben az ütemben, és hát lehetőség szerint minél előbb is minél nagyobbat szóljanak majd a nemzetközi piacon a magyar sporttechnológiai innovációk. Köszönöm szépen! Köszönöm. Köszönöm. És köszönöm mindenkinek, aki velünk tartott most ebben az epizódban, ennek a beszélgetésnek a hosszú verzióját természetesen meg lehet nézni majd a Csisztu a YouTube csatornán is, és hát természetesen köszönjük szépen a HEPA, a Magyar Hexport Fejlesztési Ügynökség támogatását is, az ő felületeiken is meg lehet nézni, és a podcast felületeken pedig meghallgatni az iménti beszélgetést. Találkozunk legközelebb is. Viszlát! A Csisztus Podcast producere és műsorvezetője Csisztus szerkesztője Kovács Orsolya, stábigazgató Molnár Géza. Köszönjük a stylingot Mihály Parisznak, a sminket Horváth Andrának, a frizurákat Szekeres Krisztának. Együttműködő partnerünk a Serity, a Guess Hungary, az Emma Porcelán Ékszerház és a Primus Labor.